az előttem, nem egyéb, mint undok és dögletes párák összeverődése. És mi remek mi az ember? Mi nemes az értelme? Mi határtalanok tehetségei? Alakja, mozdulata, mi kifejező és bámulatos? Működésre mi hasonló angyalhoz? Belátásra mi hasonló egy istenséghez? A világ ékessége. Az élő állatok mintaképe. És mégis, mi nekem ez a csipetipor? Én nem gyönyörködöm az emberben, nem. Az asszonyban se. Hiába mosolygasz. Eszembe se jutott, fenség. Minek nevettél hát, mikor azt mondtam, hogy nem gyönyörködöm az emberben? Elgondolám, fenséges úr, hogyha nem gyönyörködik az emberben, milyen vékony pártolás vár fönségednél a színészekre? Van egy szeretném, mert Balázs hozzám! Én! Három! Kettő! Egy! Egy kerékek. A kerékeket, hogyha valaki hozott, le lehet tenni egy látható helyre az ölbe, vagy maguk mellé, úgy, hogy a színészek megtalálják. Na, te olvasd ezt a könyvet. Leplezze a színlet foglalkozás, hogy miért vagy magadba. Nagyon jól mondják, sok példa van rá, hogy ájtatos arccal, kegyes gyakorlattal becukrozzuk magát az ördög. Válaszunk, vagy mi osszunk szerepet, vagy osszon a közönség szerepet. Igen, segítsenek nekünk szereposztás ügyben. És először a két Claudius, illetve az egy Claudius fogjuk kiválasztani a két lehetséges Claudius közül. Igen? Claudius és színész király. Egy, kettő, három, négy. Egy, kettő, három, négy. Külön kicsordított. Horáció. Nagyon szépen. Gábor. Rosenkranz. Tibor. 10, 9, 8. Tudjátok a Gonzágo megöletést? Tudjuk, felséges úr. Holnap este azt játsszuk el. Szükség esetére ugye meg tudnám tanulni egy 10-20 sorból álló mondókát, amit én csinálni és beleszúrnék, nem de? Nem, felséges. Nagyon jól van. Eredj hátam az úr után te is, de aztán hét csúfot ne üzzetek ám belőle. Gyába konyik. Ki mondjam azt? Zúzza be agyam. Tépi szakállam, s dobja a szemembe. Fricskázza orrom, s mondja, hogy hazug a májom, a tüdőm, ha! Ki teszi meg? Bízz Istenem tőlem. Nincs abban mód, hogy én galambetémje legyek. Vagy zsarnokság alatt elkeserebbi epém legyek, különben már azóta a lég minden keserűit hízdalom, ez klávdögében véres bugyagaz, lelketlen állok, fajtalom gazember. Mi az, mit olvas, fenséged? Szó. 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 De a veleje? Kinek a veleje? Hát annak, amit olvas, fenséged. Rágalom, uram. Mert nincs. Mit mond itt a csúfolódó gaszkó? Hogy öreg embernek ősz a szakára. Ráncos az orcára, szeméből zsűrűgyant a szivárog és szilvapajt. Amellett bőséges észfogyatéka és erősen gyenge ágyéka van, mely dolgokat van, bár magam is rettentően és roppantul megteszek, mégis úgy tartom, nem becsület így papírra tenni, mert lám maga is, uram. Akkor lenne olyan öreg, mint én, ha visszafelé haladhatna. Rákmódra. Őrült beszéd. Őrült beszéd, de van benne rendszer.